kulturális műsorok a színpadon, finom ételek a rengeteg bográcsban és jókedvű társaságok. Ez a látvány fogadta azokat, akik szombaton kilátogattak Závodra. A településen ekkor és pénteken tartották az itt hagyományos forgófesztivált. A kellemes nyárvégi időjárásnak köszönhetően nem csak a helyiek, hanem a környező településekről is sokan kilátogattak a programokra. Egy igazi tüzes vegyes pörköltel, köröm, csülök és combhússal, csak disznóba utazunk. Ez volt az igény, szeretik a jó cupákos húsokat, kell a kollagén, ugye ilyen korban már, ami az üzletekbe épül, úgyhogy szerintem maximálisan kielégítettük mindenki igényét, aki nálunk evett. Ilyenkor nem vagyunk riaszthatóak, ugye mi önkéntesek vagyunk, tehát igazából ezt önként vállaljuk a szabadidőnkből, ilyenkor egy picit mi is szüneten vagyunk. De egyébként az egyesületünk az ilyen közel 40 fő, és ebből olyan 10-15 fő, akik vállalják is a riaszthatóságot, tehát effektíve is mentési munkálatokban vesznek részt. Hozzátartozik azért az, hogy ez a 40 fő, itt mindenkire szükség van, mert mindenki másért van itt. Van, aki fantasztikus kakaós kalácsot tud sütni, van, aki a könyveléshez ért, van, aki a pályázatokat készíti el, de vannak köztünk ragyogó hegesztők, vannak autószerelők. Mindenki másért van itt, és mindenkinek megvan a helye az egyesületbe. Tehát ezért ilyen komplex az egész, és ezért is találja meg mindenki a helyét benne. Magyar szemmel hirdettük meg ezt a fotópályázatot, és rengeteg fotó érkezett be mindenhonnan, ahol magyarok élnek. Igazából a fotó is egy nehéz műfaj, illetve különböző kategóriák vannak, és abban nehéz eredményt hirdetni, hiszen hogyan lehet összehasonlítani mondjuk egy imára kulcsolt kezet egy tájképpel, vagy egy jelenettel, vagy egy fogalmat megfogni próbáló fotóval, de hát a zsűri megpróbálta ezt a lehetetlennek tűnő feladatot megoldani, és az internetes szavazást hívtuk segítségül. A závodi fotó egyébként nagyon sokáig vezetett, és utána beindult egyfajta lájkvadászat, aminek nem csak az volt a célja, már túlmutatott ezen a fotópályázaton, mert egy beteg kisfiúnak akartak segíteni, felajánlották a díjat, az első díjat ennek a kisfiúnak, és így egy kicsit ez a dolog, a kép, a fotó, meg a cél, az külön vált egymástól, illetve önálló életre keltek, és így ennek a fotónak a külön díjat tudtuk átadni. A Forgó Fesztivált 20 éve tartották meg először, az akkori résztvevők közül sokan még most is minden esztendőben ott vannak, sőt olyanok is akadnak, akik folyamatosan összemérik gasztronómiai tudásukat másokkal. Haverok néven neveztünk, mi itt helybéli závodiak vagyunk, itt nőttem föl, itt születtem, nem, a Bonyádi kórházba, de ebben a faluban nőttem föl, és hát a haverok az úgy alakult, hogy évek óta mindig barátokkal főzünk, és akkor ez lett a csapatnevünk. Minden évben részt veszünk ezen a rendezvényen, mert imádjuk. Vaddisztó pörkölt van, csülökkel, sertéscsülökkel. Mindig alkalom adja, hogy mit főzünk, minden évben mást, teljesen mást. De részt kell venni mindig. A mostani kerek évfordulóra kétnapos programmal készültek a szervezők. Egy nagyon kis településről beszélünk, tehát így az a 28 főző, ez egy igen szép létszám. Most többen vagyunk talán itt a rendezvény helyszínén, ugye, mint ez a település összlakossága. Hát igazából a kulturális műsorok közül mindenki megmutatkozik, aki német, székely, bármilyen hagyományőrzés, az énekarok, a tánccsoportok, azok közül is igyekeztünk mindig a kisgyerekektől egészen a felnőttekig bemutatni mindenfélét. Kiemelném talán ugye a Glückauf Nagymányok Jó Szerencsét Egyesületet, akik ugye egy nagyon színvonalás előadással készültek, de akár a Szöcske Akrobatikus Tánccsoportot is mondhatnám, akik szintén ugye nagyon nagy sikernek örvendenek itt a fiatalok körében állunk, a Kleinstein Néptánc Együttes szintén kiemelkedő. Azon kívül próbáltuk egy kicsit ugye a 20. fesztivál révén még színvonalasabbá tenni a műsort a hangszerelem stúdió előadásával. Nem sokára fellép a
Pap Attila, a Csit zenekar énekese nálunk, illetve 5 óra környékén várjuk hozzánk a László Attila énekest, illetve a Megyes Csaba énekest. Este pedig 3 rock koncertünk lesz, ezzel zárjuk a napot. Mivel hogy egy gyümölcs termelő térség kellős közepén vagyunk, így az akkori vezetőség és az akkori szervező gárda azt gondolta, hogy egy kicsit népszerűsítse a környéket, a települést, de akár a település határain túl lévő szomszédos településeket is, hogy valamilyen szakmai nappal indítja a rendezvényt. Ez kezdetben volt többféle gyümölcs köré fonva, volt, amikor építészeti vonalon voltak előadások, volt, amikor a gyerektáborokon elkészített, gyerekek által elkészített termékek kerültek bemutatásra. Idén pedig a fotókiállítás hozta a szakmaiságot. Hagyomány, hogy minden esztendőben egy-egy tematika adja a programok gerincét, jövőre a helyi építészet áll majd a fókuszban. Závodon tehát biztosan lesz jövő nyáron is forgófesztivál. Závodon nagyon sok építészeti érték lelhető fel, főként ugye védett épületek vonatkozásában, és ezzel kapcsolatban a képviselőtestület már elkezdte a munkát egy új településképi rendelet kidolgozásába, ami azt gondolom, hogy elsődlegesen a képlékenységet próbálja a szabályrendszerrel tető alá hozni, de nagyon fontos precedens értékűnek gondoljuk ezt a rendeletet, hogy mit, hogyan lehet. Itt mindenképpen egy együttműködés, egy konzultációra van szükség. 28 főzőcsapat nevezett a Bogrács ételfőző versenyre, szabadtűzi esemény, ugye fontos a szabályoknak a betartása, tehát csak szabadtűzön és bogrács étel készülhet, illetve nevezhető a versenyen. Hát zömében pörköltek, annak rengetegféle változata. Több marha pörköltet láttam, kakas pörkölt, halászlé, vannak különlegességek is. Hát, hogy mivel készültünk? Nagyon sok mindennel, egy gondolattal nagyobbat haraptunk a tortából, mint szoktunk. Mindig azt mondtam az utóbbi években, hogy most már szerintem nem kell a színvonalon tovább emelni, tartsuk meg az előző év színvonalát, és akkor minden rendben lesz. Idén ezt ennek ellenére ismét túlvállaltuk, és azt kell mondjam, hogy túlvállalta a főszervezőnk, a Váradi Antal Értékmentő Egyesületnek az elnöke, Natália szervezi az eseményt minden apró cseprő velejáróját. Rengeteg párhuzamos programmal készültünk. Gyakorlatilag azt mondhatom, hogy a rendezvény a tegnapi nappal vette kezdetét, egy hálaadó szentmisével. Ezt követően pedig egy énekkórus, a Szászvári Német Nemzetiségi Önkormányzat énekkórusa adott egy koncertet, és egy képkiállítás megnyitóját adtuk át a közönség számára. Kotápi Árpád János államtitkár úr megtisztelt minket, és gyakorlatilag ő nyitotta meg a kiállítást. A kiállítás apropója a Ruib Gergő által készített bölcségi ékszerdobozaként fémjelzett fotó, mely ugye nagy sikert aratott a külhoni magyarok által meghirdetett fotópályázaton, és ugye külön díjban részesült. És ezt a fotót tartottuk annyira fontosnak, meg annyi visszajelzést kaptunk evel kapcsolatban. Mondhatom azt a legnagyobb szerencséggel, hogy a világ számos pontjáról, hogy tovább gondoltuk egy kicsit a fotót, és helyi relikviákon helyeztük el, többek között závodi csokoládén, pólókon látható vissza az elkészített fotó, illetve a kép kiállításon is megtekinthető. Többek között ez a fotó is, 25 képet kaptunk az államtitkárságtól, amit meg is kapott a település, és ez egy gyakorlatilag mindenki számára megtekinthető kiállítás. A fotókiállításon mi készültünk az elmúlt 20 év képanyagával is,